Sziasztok, szép estét kívánok! Üdvözlök mindenkit! Ma este folytatjuk az Elden Ringet végre, mert hát volt egy kis elmaradás így a héten, amit hát így alakult. Úgy volt, hogy tegnap stream lett volna, csak nem lett, meg múlt hét szombaton is, csak akkor se volt. Na mindegy, most már egy picit talán kiszámíthatóbb lesz a menetrend. Nem azt mondom, hogy mindig lesz stream, de talán egy kicsit kiszámíthatóbbá válik. Meglátjuk. Amit ígérni tudok, hogy ma lesz Elden Ring. Mégpedig most. Úgyhogy ez a mai program. Úgyhogy sziasztok, szép estét. Ahogy is Edith Adri, nagyon szépen köszönöm a 7 hónapot. Ez igen. 7 hónap az már nem semmi. Nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg támogatást. Oké is. Na. Szerintem kezdjünk is bele. Én azt javaslom. Érdekes technikai dolgok történnek itt. Jó, de csak a lejátszó vacakol. Oké. Csak közben nézem a control streamet, ami megakad. De mindegy, ne törődjetek vele. Na, itt tartottunk, mármint hogy... ottan, hogy... itten. Ugye legyőztük Margitot, ami szabaddá tette az utat a kastélyba, és akkor azt mondtam, hogy hát nézzünk már szét Limgrave-be, és fedezzünk fel mindent. Hát ez megtörtént. Nagyjából szerintem mindent, amit lehetett Limgrave-ben elintéztünk. Mindent és mindenkit. És hát őszintén megvalva volt egy kis off-stream session is. Csak valamit meg akartam nézni, és ebből az lett, hogy 4 órán keresztül jártam körbe-körbe. Na mindegy, a lényeg, hogy Limgrave-ben már nem nagyon van teendünk. Hello, Sheriff, szia, szép estét! Na, úgyhogy akkor itt is vagyunk, és akkor ezt a területet fogjuk itt felfedezni. Hát a kastélyt tulajdonképpen. Lehet, hogy eljövünk itt, megnézzük, hogy ide el tudunk-e jönni. Most ezt megmondom őszintén, nem tudom. Meglátjuk. Aztán elvileg itt van egy főnök, akit hát nem tudom, hogy ma este meg tudjuk-e csinálni. Meglátjuk. Célokat kitűzni mindig szép dolog, aztán ahogy sikerül. Jó. Hello Nevermind, szia, szép estét. Még a izét akarom megnézni, hogy is vagyunk. Igen, jó, rúnák nincsenek nálunk. Oké, és akkor a Strength és a Vigor 30-as, Dex 13. Szerintem ez így, ezzel a stattal neki lehet vágni a kastélynak, ugye a kardunk pedig plusz 5-ös. Én úgy gondolom, hogy ez azért nem egy esélytelen próbálkozás lesz. Monumentális. Oké. Hát a kapucsuk van. Mindjárt bemegyünk ott a folyosón. Csak itt még körülnézek. Menjünk be. You there? Come over here, would you? Ijeszget, itt késő este. Szavasz. You're tarnished, aren't you? I would advise against taking the main gate into the castle. It's tightly guarded by hardened old hands.
try the opening right here. Tehát ne a főbejáraton menjünk be. Know about it. You breach the castle undetected. De mi van, ha ez egy csapda? Na mindegy, jöjjünk erre. Yes, that's the spirit. You're just the kind of tarnish that I like. I pray for your success. Use that opening to breach the castle. The guards haven't a clue about it. You'll slip right inside undetected. Ja jó, oké, oké. You're just the kind of I pray. Jó, oké. Hát akkor. Baszki. Jó, összetörtük itt az összes asztalát. Na mindegy. Oké, itt egy Marika. És akkor arra tudunk tovább menni. Meg itt le tudunk ugrabugrálni is. Undetected, igen. Erre összetörtem mindent. Ruin fragment. Hát, kicsit valaki kibontotta itt az oldalát. A sheriff amúgy szerintem jó lesz. Egy alapos átolvasás az majd okvetlenül kell. De szerintem tartalmilag jó lesz. Próbálom nézni, hogy merre kell menni. A kurva. Bocsánat. Megjesztett. Jó, nincs több. Aha. Hát az is meg úgy az általános megfogalmazás, íráshibák, tehát tényleg a, úgy mindent. Baszki. Mondom, oda lopakodok. Fogunk dögleni. És nem a flaska volt a... Áj, ez szörnyű, szörnyű hiba. Nem a flaska volt a gombon. Értékelő. Nem a változások követésére gondolsz? Nem tudom, hogy honnan támad meg a... Innen. Ja, hát nem tudom, az Word-ben működik. Mármint magyarul. Mert azt tudom, hogy angolul van.
egy item. Miért érzem azt, hogy ide föl lehet ugrálni? Igen, Sheriff, a források azok rendben vannak. Ja. Szerintem azzal nem is lesz gond. Pár példát még esetleg, tehát ilyen konkrét példát lehet érdemes lenne beletenni. Csak ilyen említés szintjén, hogy milyenek vannak még. Smithing Stone 3. Oké. Okay. Ja. A Wordnek tényleg a alaphelyes írás ellenőrzője az általában jól működik. Jó, mondjuk néha ír olyan hülyeségeket, hogy szűnik az ész. De azért van sok jó javaslata is. Oh. Nagyon sűrűn vannak itt a grészek. Az ott, az a sziget, ez ugye? Igen, az. Oké. Okay. Szóval a Wordnek a helyesírás ellenőrzőjét is érdemes első lépésben lefuttatni, mert... na! Neked aztán muszáj volt most itt... bedudorolni. Dobálsz. Hát igen, mondjuk az annyit legalább tudhatna, hogy a neved az nem helyes írás hiba, ez kétségtelen. De, ja. Néha... néha tesz olyan javaslatokat, hogy... tehát ilyen nem létező szavak. Gyakorlatilag. Mindketten nagyon ügyesek voltunk. És mellé jutott meg én is. Hook close. Igen, gondoltam, hogy ezek a piros hordók, ezek...
Oké. Meg amin nagyon sokat szoktam, hát nem az, hogy morogni, hanem hogy tényleg az általános fogalmazásra kell nagyon odafigyelni. Egy szakdolgozatnál tényleg az nagyon sokat számít. Merre kell menni? Hát ez zárva van. Jó, onnan föntről fönt tudunk tovább menni? Persze, csak vaksi vagyok. De az ott gondolkodik valamin? Oké. Jó, itt más nincs. Viszont itt lent volt egy item, azt csak felvesszük. Egy Golden Rune. Tehát amit tényleg ilyen alapfogalmazás, hogy szép kerekmondatokba kell írni, meg ilyesmi. Van, akinek van ezzel azért gondja, itt az egyetemen. Tehát, hogy nehézségekbe ütközik. Kösz, ez jó volt. Nem tudtam dodge-olni. Nevermind, ez egy praktikus tanács. Értem, mire gondolsz. Ha Margit sikerült, ez is menni fog. Na gyerünk. Nem robbant fel. Na most fölrobbant. Nyilak. Sentrina. Ah, egy kulcs. Hagyd abba.
Curved Sword Talizmán. Ez micsoda? Inensis Guard Counters. Jó. Azt felvettünk egy kulcsot. Azt még megnézem, hogy az micsoda. Majd ki fogja írni, hogy ez egy kulcs. Opens a locked door in Stormwheel Castle. Nagyon jó. Lehet, hogy ez a lenti ajtót nyitja. Mintha egyen lentebb lett volna egy ajtó. Megnézzük azt. Ó, stop soros. Hello, hello, szia, nagyon szépen köszönöm a 16 hónapot. Hát hogy telik az idő, őrület. Ez igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy ilyen régóta. És támogatsz. Ott az ajtó. Na, oda most bemegyünk. Már ha ez a kulcs jó oda, persze. Így van. És fölmegyünk a létrán. Fire Grease. De ez mint, nem egy, mint egy shortcut lett volna, nem? Mert mintha ott lettünk volna lent. Hogy egyébként is lehet, erre kell tovább jönni. Hát de stop soros, ha most itt tartok. Tehát Limgrave-ben mindent. A kurva. Bocsánat. Tehát Limgrave-ben mindent. Megcsináltunk. Hát nevermind, azért azzal várjunk még egy kicsit. Egy újabb csirkeláb. Nagyon jó. Hát erre kell jönni, kizárásos alapon. A gond, tudom Nevermind, hogy itt lesz majd Godric, csak abban nem vagyok biztos, hogy olyan sima lesz. És nincs itt semmi. Hát ez egy nagy csalódás.
Stop soros, ez egy kicsit korai még szerintem. Too soon, majd szokták mondani, de igen. Ja. Értem, mire gondolsz. Oké, menjünk tovább. Jól jönne lassan egy Grace egyébként. Valaki hozhatna egy Eszterházi tortát. Ez gondolom egy shortcut lesz, de akkor ez még nem működik. Nevermind, tudom, mire gondolsz. Nagyon erősen gondolkodok, hogy mennyire erőltessem én azt. Nyilván meg fogjuk próbálni, tehát ez nem kérdés. Várjatok. Tudunk szintet lépni? Dehogy tudunk. Hogy hozzám vágta a robbanó hordót? A kis szemét. Hát igen, stopsoros, olyan is volt sok. Nincs sok healing. Hol van? Van még egy, nem? Igen, the man is a suffer. Ja. Mi történik? A rohadék betette oda a robbanós madarat. Ez nagyon gonosz volt. Emellett meg simán elmentem. Ja, ez csak a madár dobta, jó van. Stormhawk Feather. Akkor jön most egy kis háztetőn ugrálás, vagy lehet, hogy nem is erre kell jönni. Itt le lehet majd ugrani. Erre is le lehet ugrani. Kukri. Hát, de ez ilyen tetőmászkálás azért a Dark Souls-okban volt sok. Tehát az... Szavasz. Ah, nice to meet you. Én is. The pleasure's mine. Roger is the name. Roger. A sorcerer, as you might have guessed. I'm looking for a little something here in the castle. When I'm not hot-footing it from the troops, that is.
But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. I see. Here to challenge Godric and lay your hands upon a great rune, are you? Mm-hmm. You can see it then, I take it. The guidance of grace. Well, enjoy it while you can. I'm tarnished, like you. But unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Mm-hmm. Still, I won't forget how it felt when I first came here, to the Lands Between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow tarnished, once guided by grace, I'd love to help you out, if it please. Na, jó fej. Ó, és akkor lehet varázslásokat tanulni. Hát igen, ez az, ami nekünk nem különösebben jó, de mindegy, azért köszi. Oh, keen to learn another battle art. Jó. Oké. Hát nem valószínű, hogy sok hasznát fogjuk venni, de nem baj. Roger jó fej, és így van, Margit ellen is alapvetően hasznos volt. Oké. Fejpánt. Na, ha teniszezni távad kedvem, akkor fejpántunk már van. Igen, tudom, az... Persze. Itt ezt betrükközzük őket egy kicsit. Vagy legalábbis megpróbáljuk. Szóval ilyen Ash of War, meg ilyesmi, nyilván az jól jön, és ahhoz azért kell némi magic is. Majd meglátjuk, hogy azt hogy fogjuk alkalmazni, meg mind. Az a nagy bajom, hogy nincs több healünk. Oké, és nevermind. Aha, itt vissza lehet menni. Fenejtje meg fogunk döbleni. Ijeszgetnek itt a enemik.
Nagyon kevés HP-nk van. Fogalmam sincs, hogy hol vagyok egyébként. Hát ez tök jó, hogy ide föl lehet jönni. Csak itt. Ó, oké. Baszki. Meg fogunk halni. Legalább, ha meg akarnak lepni, akkor így nem tudnak. Ó, oh, egy kulcs. Hello? Törtölnek. Körülnézünk. Hát gondolom ide most akkor le lehet ugrani hozzá. De egy kicsit behílel a fizik. Aztán nem tudom, hogy megpróbáljuk-e, hogy mi legyen. Arra is lehetne menni. Lehet, hogy erre jövünk. Mert lehet akkor át lehet menni itt a másik szobába. Hűha! Ezt hogy éltük túl? Hát egy HP-m volt. Basszus. Aj. Mindig összeszedegetjük itt az itemeket. Így van, ezt kiszámológépeztük. Az a baj, hogy a... A
kutyákat utálom. Mármint, hogy nem generally, hanem így ebbe a játékba. Az ott mi? Matematikus ön. És diplomátok van? És ez lesz az a lift, amit... vagy nem? De. Ez az a lift, és itt a Grace. Ennek nagyon-nagyon örülök. Hát szintet lépni nem tudunk, de legalább van healing. Na akkor most visszamegyünk oda, mert ott volt egy nagy mackósajt. Ilyen pajzsos mackósajt. És abban a szobába be akarok nézni, hogy ott mit őrzött, ugye annyira. Mert akkor lehet, hogy a kutyákat is... Ja, hogy ez volt a miniboss. Ha. Nem jut eszembe a neve. Pedig tudom. Ő volt a First Elden Lord. Nem erre. De a kutyákhoz akarok kimenni, de már eltévedtem. Nem ez, hanem szembe. Ja, ott. Crystalline's Memento. Az micsoda? Egy brosz. És a kulcsoknál van. Crystalline's Memento. Oké, menjünk tovább. Köszi, nevermind. Megnézzük. Meglepi. Hello, Kristóf, szia-szia. Arrow. Tényleg abban a szobában be akarunk menni, ahol még az a pajzsos járőrözött, akkor valószínűleg az erre visszafele van.
megpróbáljuk kicselezni. Hát, Sherit Adri, igyekszem. Stoneville Castle-be vagyunk, Kristóf. Mimicsville. Hol van? Ha beinvédelnek, belolvadok a tájba. Ja, hogy hogy vagyunk? Jól, szuperül. Alapvetően. Ja, arra jön Mimicsville, oké. Okay. Hát, engem nem nagyon fognak beinvédelni. Már hogy offline vagyok. Ott volt az első oldalon, de csak én nem... Én nem láttam. Ja, itt a Mimic Nearby Objects, oké. Hát igen, most ez egy kicsit húzósabb hét volt az átlagosnál, aztán volt, hát ezt mondom, ezt csütörtök este. Hát azért nem olyan rossz egyetemen dolgozni, na. Nem, viccelek, viccelek, kicsit sokat dolgozunk nagyon. Erre tudok visszamenni. Hát, azt te honnan kerültél ide, József? És akkor itt balra kell tovább menni. Kimegyünk az udvarra. Ez a festmény, ez rohadt jó. Mondanám, hogy én is elfogadnék egy ilyet a nappalimba, csak a nappalim kisebb, mint ez a festmény. Amúgy minden a terv szerint alakul. Ez micsoda? Oh.
Hagyjatok. Koliba egy ilyen festmény? Na, az vagány lenne amúgy. Vagy a karra? Amúgy én annyira sajna... Hát ti... Tehát én annyira sajnálom, hogy ilyen steril a karnak az épülete. Simán lehetne ilyen... ilyen lore itemeket, meg ilyesmiket... betenni oda. Tehát tényleg ilyen, mit tudom én. Akár ezt a festményt is, jó, mondjuk ez lehet kicsit túlzás lenne. De szerintem egy csomó dologgal föl lehetne dobni, ne csak az a fehér fal, meg beton legyen. Rettenetes szerintem. Semmi élet nincs abban az épületben. Hát növény is persze, de... Tehát infókar, érted, egy csomó ilyen kocka dolgot be lehetne tenni. Mit tudom én, vagy valami hülyeségen a egyik falat valami graffitissel kifestetni. De valami normális graffitissel persze. Érdekes. Vagy mondjuk, hát jó, mondjuk ez hülyeség, hogy meghívni Banksy-t, mert őt nem lehet, mert ugye akkor fest, amikor akar. De, na, valami ilyesmire gondolnék. Így van, stopsoros, tehát amellett, hogy semmi élet, még az épület is unalmas. Nem lehet hátba szúrni, mi? De. Hűha! Ez nagyon tűt, amúgy. Edőt, mint a rohatnád. Oké. Na, hát ez micsoda? Ja, az is jó, Nevermind, ilyen elhulladékos valami képzőművészeti alkotás. Új kedvenc bosszod lett? Na, Kristóf, ki az? Mesélj, hát ha hallottam már róla. Prophecy painting. Van egy új festményünk. Képrejtvény a festmény? Melania? Uh-huh.
Hát igen, na, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy én nekem milyen személyes tapasztalataim lesznek vele. Sheriff, az infókar egyébként szerintem az az épület kiváló lenne növénynemesítésre. Mert amennyi fény van, az szerintem a növénytantanszék két kezét összetenné egy olyan épületért. Smithing Stone. Ezt mit csinált? Arról nem volt szó, hogy vannak ilyen tüzelős madarak is. Igen, igen, tudom Meléniát. Elcsíptem pár élő streamet a közelmúltban. Mindenki nagyon szereti egyébként, én azt hallottam. Bunkó. Csak így hátba lőni az embert. Ó, egy Golden Seed. Nagyon jó. Hát igen, Kristóf, mondjuk ugye Melania optional boss, szóval én úgy gondolom, hogy legalábbis amit én eddig tapasztalok. Hogy ami ilyen optional boss, az szerintem olyan nehéz, mint ami erre tervezték, és a nem optional bossokból pedig kicsit visszavettek. Hogy ne legyen annyira nehéz. De persze ez is csak egy érzés. Nem tudom. Sherit Adria a sztori miatt kell Final Boss. Ó, ott a Grace. Nagyon jó. Úgy eljöttünk itt mellette, hogy csak na. Tehát attól, hogy open world gaming, story game, tehát kell fájni. Matematikus ön. Hát még egy kicsit a Dexen okvetlenül. Negyvenkettes szint. Nagyon jó.
Itt egy lift. De ez akkor egy shortcut, de hova shortcut? Valamint nagyon dünnyög. Igen, Kristóf, ez igaz. Gyere vissza! Stormcaller. Hogy itt van ilyen nagy is. Az élő köcsög darabja. Raw meat dumpling, oké. Cracked pot. Én úgy nem feltétlenül akarnék mindenkit bántani. Tehát ők csak itt alszanak szerintem. Jó. Hát oda föl kéne valahogy menni. Ezt az itemet csak össze kéne szedni. Lent vajon mi van? Itt. Ja, itt van az optional boss. Ott egy Grace, úgyhogy az biztos, hogy beaktiváljuk. Mindjárt megnézzük, hogy erre mi van. Minden világos. Hát nézzük meg, mi baj lehet. Ja, hogy ez már nem az option... Ó, ez már nem az optional boss. Mighty dragon. Thou art a true born heir. Lend me thy strength, O Kindred. Ez maga a Grafted Eagle. Hát, nevermind, gondolom utána még meg lehet nézni, nem? A lonely tarnished. Playing as a lord. Na. I command thee, kneel! I am the lord of all that is golden. Oké. Okay.
Azt mondja, erre már nekem nincs szükségem. Na de jó. Ez baj. Nincs healing. Oké. Minden világos. Nem tűnik reménytelennek, így elsőre. Aztán persze... Majd meglátjuk. Hmm.
Ilyet még nem csinált. Hagyd abba. I am the Lord of all that is golden, and one day we'll return together to our home, bathed in rays of gold. Oké. Great Runes. Jó, rendben van. Godric's Great Rune. Zsír, ez remek. Remembrance of the Grafted, ezt majd be lehet bótolni valamire, ha jól emlékszem. De majd megnézzük mindjárt. Na, szuper. Nevermind. Ó, oké. Rendben van. Jó, olvasgatok majd szerintem szabad időmben, az biztos, mert vannak kérdéseim így magamban. Ó, és Nevermind, nagyon szépen köszönöm a subgiftet Kristófnak. Nagyon szépen köszönöm. És látom, hogy kértél, hogy mivel játszak Redeemet. Aperture Desk Job. Vagy Job. 40 perc egy szőszenet. Megnézem okvetlenül. A Great Rune buffot ad, ami a Rune Arc-kal aktiválsz. Oké. Jó, rendben van. Ó, tudunk szintet lépni. Godric adott elég jól. Adott 20.000 runt. Jól számolom. Ez elég jó. Ja, várjunk, mert van flask izé is, azt hiszem, de mindjárt megnézem. Runar consumable, oké. Charge. Not enough golden seed, akkor csak egy van, és több kell. Tier pedig nincs, oké.
Jó. Na hát... azt nem tudom, hogy a várba felfedeztünk-e mindent. Lehet, hogy akkor még ezt az optional boss-t megnézzük. Leugrani. Jó. Megnézzük ezt az optional boss-t. Azt mondta, nevermind, hogy valahol itt. Na nézzünk szét. Itt vannak a köcsögök. Mármint nem olyan értelemben persze. Ja, hogy leugrani le tudok. Hát mondjuk az, ez így van. És akkor oda kéne átmennem? Itt mindig, ilyenekben mindig is ügyes voltam. Láttatok Tomb Raider-ezni is, az is milyen jól ment. Smithing Stone, Golden Rune. Nevermind, semmi gond. Visszamegyünk majd érte. Surely what you seek is somewhere close by. Tehát amit keresel, az valahol itt van. Lépcsőn vissza és balra. Mindjárt visszamegyünk akkor. Ez mi? Dobáltuk itt. Ezekre gondoltál? Na, hogy itt még lehetne menni. Na mindegy.
Arra nincs semmi, fogadjunk. Nem látok semmit. Oké. Na. Rá kellett állni. Csak úgy lehet kilútolni a testeket, hogyha ráállunk. Oké. Rainbow Stone. Egy denevér. Egy shortcut. Nincs annyi... nincs. Hát nem sok híja van. Százas kell. Ezres, ja. Jó, hát akkor ott megpróbálunk átugrálni a tetőn. Ilyen legendás utolsó mondat. Aránylag jól sikerült. Nem, hogy megijedtem, de úgyse innétek el. Jó ötletnek tűnt. Oda át lehet menni. Oké. Ott egy nagy... Ott egy csomó patkány. Hogy nem halt meg?
itt is dűnyög valami. Poison Bloom. Itt rohadt sötét van. Ó! Oh. Rancor Call. Seems like a trap. Vagy egy boss aréna. Sok sikert? Nem megy le a HP-ja. Hagyd már! Hát ez megint nagyon necces volt amúgy, azt kell, hogy mondjam. Fú, nem nagyon ment, ütöttem és így nem nagyon ment le a HP-je, és emiatt egy kicsit aggódtam, őszintén szólva. Fú, oké. Okay. Ah, köszi srácok. Mondjuk... A mozgása nem volt túl agilis, csak hogy úgy finoman fogalmazzak. Szóval, na mindegy, megoldottuk.
Prince of Death's Pasture. Raises vitality. Na, azt mondjuk a real life is hasznát venném. Ez micsoda? Miért van itt Bloodstain? Ha offline játszok, ennek nem kéne itt lennie. Na mindegy. Hová? Na a lényeg, hogy ez a boss is megvan. És adott még egy Golden Seed-et, akkor elvileg tudunk a fleszkeinken javítani. Hát azt hitt, hogy raises vitality. Ez a minden idők legmagasabb létrája. Hol vagyunk? Tudom, hol vagyunk. Igen, itt egy lift. És itt lesz fönt egy... egy grace. Mindegy, lépünk szintet, mert szerintem tudunk. És akkor visszamegyünk, megnézzük, hogy mi van még ott a... ott a köd mögött. Ott van egy ilyen kulcsos... kulcsos köd. Megy tovább a Dex. Flask. Added a charge. Nagyon jó. Hát igen, nevermind, ez mondjuk igaz. Még esetleg a titkos falnál. Na. Nézzük, hogy itt mi van. Igen, ez idegesít, amikor a üzenet miatt nem tudom rátenni a lockot a enemire. Iron Wed Blade. Misericord. És az mit tud? Dagger. De fura hangja van valaminek. Úgy gondolta, hogy jó ötlet, ha felgyújt. Mondjuk annyira nem volt rossz.
Kint van valószínű valaminek olyan hangja, de nagyon fura. Na, továbbra se tudom, hogy felfedeztünk-e mindent. Mondjuk ezt állítólag soha nem lehet tudni. Itt már voltunk. Esetleg még itt az udvaron körül nézünk, hogy van-e valami. Csak itt meg rohadt sokan vannak, az a baj. Hát fönt leszedjük azt a Józsefet. Hát igen, itt ez a baj, hogy itt nagyon sokan vannak. Ezen szívás átjutni. Pizza Slicer. Vulcano Manor. Hát... ez nem volt jó ötlet. Amúgy ezek most egymást nyírják ki? Na mindegy. Az igen. És itt akkor nem lehet átmenni? Hűha! Nem volt jó ötlet erre jönni. Oké. Szóval... nem, hát az akkor még messze van nagyon. Oké. Most azt nézem, hogy merre kéne tovább menni. Esetleg meg kéne próbálni Godric-tól visszafele jönni, mert ott pár dolgot szerintem elhagytunk. Igen, Nevermind, láttam a Discordon, hogy sikerült végigjátszanod. Gratulálok hozzá, szuper. Igen, ezeket nem... intéztük itt el. Hmm.
Jó lesz mindjárt, csak bezavarta a két minion. Minden világos. Oké. Jó, szia Kambli, szép estét. Szóval akkor a pizza szeletelő még messze van. De amúgy nekem inkább tűnik derejevágónak, de ezen most nem fogunk összeveszni. Oh. Smithing Stone 2. Hát lassan azt is meg lehetne nézni, hogy fegyvert tudunk-e fejleszteni. Voltunk. Nem. Smithing Stone. Oké. De utálok minden ilyen repülőt ebbe a játékba. Jóska, megnézte, mi ez a zaj. Nem talál semmi furcsát. Fancy fidget spinner, igen. Mintha zörgött volna valaki. Igen, arra lent voltunk, ott volt ez a nagyon csúnya maszkósajt, de igen, itt is voltunk fönt. Ja. Arra is voltunk, itt van lent egy Grace. Must be in the wind, igen. És szerintem ott is voltunk bent. Hm.
Hát lehet, hogy lassan megyünk akkor tovább. Érdekes, nevermind. Ott voltunk, ott voltak a denevérek. Az igen, Kambli. Szerintem itt mindenhol voltunk már. Ja. Hát akkor... nem is tudom. Szintet lépni nem tudunk. És tényleg azon gondolkodok, hogy merre menjünk még. Erre is voltunk, ugye erre van az a hula boss. Csak elfutok, mert nem akarok most nagyon emberkedni. De erre se volt semmi. A nagy patkóny. Jaj, nem erre. És itt volt a boss, igen. És ez meg a létre visz fölfele. Na, rajtunk van az agro, úgyhogy nem tudunk tépézni. Ez a vértúcsa még mindig itt van. És jönnek utánam a patkányok. Ez hihetetlen. Na jó, hát akkor lehet, hogy végigjártuk a kastélyt amúgy. Még esetleg a másik bejárathoz oda megyek. Mármint, hogy a bejárathoz, ugye ahol Margit volt. És akkor onnan is még körülnézünk egy soron. Csak tényleg ne, hogy valami hátra maradjon. Elképesztő ez a létre. Hát nem nagyon akarok rásolni. Szerintem az... annak nem sok értelme van. De a Lunia Flakes az... Igen. Na jó. Aha. Hát szerintem... Csináljunk egy olyat, hogy kinyitatjuk a kaput. Mert itt is voltunk. Ja.
Hát igen, ó. Hova tűnt József? Vagy ilyenkor már nincs itt? A lépcső mellett le lehetett ugrani? Nagyon jó. Egy kis fire grease. Lehetne egy kis tejbe grease is. Bár azt nem biztos, hogy célszerű a kardra kenni. Jó, ja, visszafele nem tudunk, úgyhogy akkor erre jövünk. Ja, ez meg csak a befele vezető, egy alternatív út. Érdekes. Jó. Na, ezt mindenképp meg akartam nézni, úgyhogy akkor most bemegyünk oldalt. Érdekes, hogy már akkor nincs itt a fickó, akkor nem tudja nekünk kinyitni a kaput. De azokat valahogy meg kéne szerezni. Azokat az itemeket. De... Hát nem tudom. Mert... Lehet, hogy Godric miatt, hogy már nincs. Alacsonyan szállnak a szóviccek? Hát igen. Hát nincs itt. Na mindegy, megpróbálunk valahogy oda eljutni. Dobálósoknál a fali lyukakon. Aha, tehát ahol a robbanós hordók vannak? Nem dudorogsz. Egy-két apró item. Jó, itt lent tuti voltunk mindenhol. Na gyerünk. Dob meg te is. Ez az. Szép volt.
ügyesen mellé. Aha. És akkor itt... Nem... De... Hát itt ki lehet jönni. Ó! Oh. Menj már! Mekkora paraszt? Így fejbe rúg a létrán. Zseniális. Aha, és ennyi. És ott le lehet ugrani. Gondolom az visszavisz. Ez itt meg vissza tudok jönni ide. Nem, nem ide. Nem, akkor onnan kell mennünk. Aha. Nincs az magasan. Hát akkor egy szinten föntebb megyünk. Ugye itt mentünk ki. Cipő. Hát itt még vannak lyukak, de ezen biztos nem tudunk kimenni. És még ugye tudunk föntebb menni. Ja, a cellába persze. Vagy a cella, hát ami be volt zárva ajtó. Ott lent. Mert ott van egy létra fölfele. Át lehet ugrani vajon? Brick Hammer. Aha. Jó. És akkor ez pedig ennyi. Oké.
Megértem, hogy nagyon leesünk, de nem leestünk le. Jó. Hát... Merre menjünk tovább? Mert ott végül is kimentünk. Valahogy a főbejárathoz kéne eljutni. Ott még voltak itemek. Lehet, hogy ottól nagyon lőttek, ott kellene végigmenni. Emlékeztek, ahol egyszer meghaltunk. Ezt nem hiszem el, hogy lehetek ilyen bamba. Na, most már figyelek, teljesen el vagyok bambulva. Annyiszor fogok leesni. Nem ilyen helyen, hanem ahol meghalok. Na, csak sikerült átugrani. Arra nem emlékszem, hogy innen merre mentünk tovább. Ja, arra, igen. Jó. Ó, hogy a... Ez másodszorra ijeszt meg, csak mondom, és az már baj. Tehát az már jelez valami problémát. Oké. Na és akkor itt kijövünk ide, itt föl lehet menni. Itt sem volt semmi. Hát amúgy lehet, hogy tényleg mindent végigjártunk. Oda nem tudunk leugrani, mármint hogy le tudunk csak egyszer. Banished Knight Halberd. Arra fönn nem voltunk szerintem. Szerintem itt nem jártunk. Szerintem át lehet oda menni. Igen, kell átmásznom hozzá. Biztos? Nem lehet átmenni.
Az a baj, hogy ott le fogok esni. Tehát ezt már most garantálom. Ó, de jó, hogy bedudorodtál ide. Hűha. De arra voltunk. Igen, azt tudja, hogy ott voltunk. Hát ez nagyon mélyen van, én attól tartok. Megyek le oda? Hát... Oké... Okay. Ott is le tudok majd akkor ugrani. Meg itt is le tudok ugrani. Ott van a fejjel lefele a kolléga. Ott egy item. És itt is egy item. Item csali. De utálom. Na. És tényleg csali volt. És kaptunk egy emotot. Nagyon jó. Vagy egy gesture-t pontosabban. Nem emotot. Oké. Na mindegy, megyünk tovább. Így gyanús, hogy lehet majd fölfele menni. Nem, ott semmi nincs. És szerintem... Igen, itt is voltunk, jaj. Hát megpróbálok akkor itt fölmenni. De meglátjuk, hogy ez hol vezet.
Szép volt. Hogy mi? Crossbow. Jó. És akkor ez itt ennyi. Nagyon úgy tűnik. Érdekes. Baj. Oké. Jó. Ó, Frostpunk, sheriff. Na, ez egy jó kól, egy jó kól. Mindenképpen. Kapucni. Meg Graves. Oké. Warriors Cookbook 10. Nagyon szuper. És ez pedig átvezet oda, és szerintem ott van a Graves, ha jól emlékszem. Úgyhogy majd arra megyünk tovább, át tudunk gondolom ugrálni. Remélem legalábbis. Sheriff, az nem baj, hogyha egy játék nehéz vagy gondolkodtató, sőt. Egy létre.
Jó. Hát a Sims 4-et azt ne is már. Jó, hát mindegy amúgy, hogyha azzal szeretnétek, hogy játszak, akkor azzal játszok. Igen. Miért nem szeretné, hogy a Sims-el? Hát... Euro Truck Simulator. Ja, és ide rakott vissza. Na jó. Hát szerintem menjünk tovább. Hát szintet lépni nyilván nem tudunk. Azt akarom megnézni, hogy a fegyveret tudunk-e fejleszteni. Jó, elugrunk a kovácshoz. Runa nélkül az sem, de van nálam Golden Rune. Meg ha az se elég, akkor legalább tudom, hogy megnézzük, hogy mennyit kell gyűjteni. Look at you. Those eyes tell a story of a challenger who's failed her mark. Fight 'em well. Now lay out your arms. Ó, tudunk. Nagyon jó. 1140 rúna kell hozzá. Így sokáig fog tartani. Sheritadri, nem megyek fiához. Azért nem, mert amúgy egy rohadék. Már bocsánat, hogy így fejezem ki magam. Mert a kedves kis ölelgetése ad egy HP debuffot. Ja, ennyi nem kell. Back already. No matter. Plusz 8. Oké, és Smithing Stone 3 kell most már hozzá. Nagyon-nagyon jó. Még valamit megnézek, 11.000 rúna kéne. Szerintem annyi izény nincs. Igen, nevermind. Ja. Jó. Szerintem itt más nem tudunk csinálni talán. De már a fene se. Ja, nem ezt akartam. Jó, hát akkor szerintem menjünk tovább. Mondjuk, várjatok. Még ide ki kéne, meg jó lenne kijönni. Aki tudunk, persze. Tehát erre a hídra, vagy mi ez? Hogy tudunk ide kijönni?
megnézzük. Tényleg arra a hídra még ki akarok menni, vagy megnézni, hogy ki tudunk-e menni egyáltalán. Oké. Igen. Arra van tovább. Erre volt a patkány. Hát erre kell jönni valószínű, igen. Miért egy kézzel fogom a kardot? Kösz. Nem tudtam. Csak nem tudom, hogy találnék utat ahhoz a híthoz, ha egyáltalán tényleg ki lehet jutni. Így ránézésre olyan, mintha az udvarról kéne, de nem tudom. Erre biztos, hogy nem. Igen, így semmi nincs. Nem tudom eltalálni a ritmust. Hát így mondjuk igen, csak tényleg amikor támad, azt nem tudom. Amikor először. Sikerült. Oké. Jó, de ha itt lemegyek az udvarra, itt vasokan vannak. Nem tudom. Tényleg fogalmam sincs, hogy ki lehet-e oda menni. Arra a hídra. Vagy hát híd, hát nem is tudom, hogy hídnak nevezik azt. Divine Tower of Limgrave. Hát ha neve van, akkor biztos ki lehet menni. Valahogy.
Szerintem erre sem voltunk. Hát igen, akkor ott az a crossbow-s részen kell menni, ahol megöltek. Várjatok csak, az... Az valahol erre volt. Igen, erre volt, jaj. Hoppá! Kicsit nagyobbat ugrottam, mint kéne. Így van, aha, itt lesz, itt lesz. És ez ide tényleg rohadt nehéz volt átjutni. Tehát, hogy a jobb oldali falon kéne futni. Cikcak, cikcak. Itt tényleg nagyon sokan vannak. Hát... Végül is átjutottunk.
Igen, olvastam itt a szövegbe valami oroszláról, de nem erre gondoltam feltétlenül. És itt van valahol akkor egy rész. És ez az oroszlán, ez akkor gondolom ez respawnol, nem boss. Okay. Itt a grész, nagyon jó. Ez nagyon szuper. Vissza is szerezzük a cuccainkat. Na hát akkor nézzük, hogy erre mi van. Boldrék talizmán. És az mit tud? Lightning Damage Negation. Oké. Aha, és igen, most kijöttünk Stormhillba. Ezek fel fognak kelni. Ez tényleg big boy. Hát nézzük. Többen vannak? Hát mire odaérek, elfogy a sztaminám. Okay. Hát nem kicsi nyíl volt, basszus. Ez tényleg... Hát gondolom ez átterepoltál oda. Hát mármint remélem. Magic Butthole.
Ez okvetlenül egy ajtó. Közben meg is érkeztünk. Szintet lépünk, úgy döntöttem. Csak ha már úgyis itt vagyunk egy Grace-nél, akkor... Ön nem matematikus. De közel volt. Nevermind, majd megnézzük, most még nem akarok erről nyilatkozni. Úgy voltam, mint egy úgy beszéltem, mint egy politikus. Szóval megnézem majd, utána olvasok, de inkább beváltanám fegyverekre. Miért néz ez ki úgy, mint egy boss aréna? Ezzel a sok keselyűvel. Great Rune Restored. Hú, tényleg sokat kell olvasnom majd hétvégén. Ja, ezt tudom betenni a rúnát. Oké. És akkor ezért jöttünk ide. Na, és akkor hát eljutottunk ide is, ez nagyon jó. Esetleg még itt visszafele elmehetünk itt lent a Tower-nél. És akkor hát nem szerintem az izét körbejártuk, kastélyt elég jól. Hát a főbejárathoz most már így akkor el tudunk menni így a Tower Bridge-től. Még esetleg azt megnézzük. Miért is ne? Köszi Nevermind az infót. Ez hasznos okvetlenül. Csak az a baj, tudod, hogy
így, ha meg elkezdek olvasgatni, akkor meg véletlenül belefutok valami spoilerbe. Azt nem nagyon akarnék. Jó, egy-egy streambe belenéztem, de... Na, igyekeztem nem nagyon. Jó, itt eljövünk visszafele. Mert ez a teleport, ez egyből ide dobott minket a ajtóba. Gondolom itt is lesz pár big boy. Jó nagy madarak. És barátságtalanok. Ezek barátságosak. Igen. Még egy csirkeláb. Hát... igen, azért... azért olyan fura ez, Sherry Tadri, amit mondasz, hogy részben igaz. Mert így legalább nem hagysz ott itemet. Hogyha utána olvasol, viszont ha meg nagyon utána olvasol, akkor meg a sztorit... spoilerezi le, tehát... Ennyire nem lehetek fáradt. Jó, szerintem itt is körbejártunk. Így van. És akkor még innen megpróbálunk a fő bejárathoz visszamenni. Ez igaz, így van, nevermind. Itt tényleg jobb azért egy... tényleg egy Bloodborne-t végigjátszol. Ott, hát nem azt mondom, hogy gondolsz, amit akarsz, mert azért volt ott, van ott is némi sztori. Magyarázat, meg úgy mesélés, de közel se annyi, mint itt. A cica itt van? Nincs itt. Akkor az ilyen egyszeri fellángolás volt. Ja. Itt viszont sokan vannak. Azt kell, hogy mondjam. Vele kezdjük. És itt a bejárat szerintem. Ah, ott a bejárat, jaja. Bassza meg. Ez baj. Azt nem tudtam, hogy ott van ez a... Grace.
Ez most jó. Hello Mobile, szia-szia! Igen, bekérheted, sőt a specifikációt, ha gondolod, mehet a Discordra is. Na, oda hogy jutok fel? Gyere le! Na gyere le! Gyere ki, te gyerek! Na jó, hát akkor lehet, hogy ott marad. Smithing stone. Okay, és itt vagyunk a kapunál. Na ezt összeszedjük, és akkor fölmegyünk ahhoz a fönti Grace-hez. Hát, pár Golden Rune. Sokkal bentebb nem vagyok vele, de ártani nem árt. Commoner's simple garb. Jó. És ha itt leugrok, ide odaugrok le, ahol a József volt. Még megnézem, hogy nem lehet kinyitni ezt a kaput. Itt valahol. Ezzel a karral itt így van. Köszönöm szépen. Na jó, akkor most már van egy alternatív útunk is. Bazd meg. Bocsánat. Ja, és itt kéne lennie a fickónak, aki kinyitja a kaput. De nincs itt. Na. Oké, és nem tudom, hogy tudunk-e szintet lépni. Kellene még 8000. Hát, van annyi. Nem biztos, hogy van annyink. Ez nem tudom mennyi. Hát, megnézzük. Még akár lehet is. Ja, lehet kiment... Cigi szünetre. Ez nem lesz elég, ja.
Na mindegy, majd legközelebb akkor szintet lépünk. Jó. Na viszont lehet, hogy ma itt megállunk. Még annyit csinálunk, hogy átjövök ide. Mert majd innen folytatjuk holnap. Holnap egy picit talán hosszabb stream is várható. Csak mert ugye péntek. De most egyelőre itt tényleg megállnánk. Mert hát hosszú volt a hetem, maradjunk annyiba. És hosszú a hét. Na, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm a mai kitüntető figyelmet. Hát igen, Seritadri, ma egy ilyen stream lesz. Hamar vége van, de nagyon sokat haladtunk. Hát volt két, volt egy nagy boss fight, egy kisebb mellék boss fight, meg volt az a oroszlán itt a... tehát azért haladtunk. Így van. Úgyhogy én eredményesnek tartom ezt a mai streamet, de sajnos most tényleg meg kell állnunk. Én nagyon szépen köszönöm a followokat, szubokat, csíreket, donéteket, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. A heti program úgy alakul, hogy holnap ezt folytatjuk, illetve szombaton végre elkezdjük a Resident Evil Village-et, hát ha minden úgy akarja, de most minden úgy fogja akarni, úgyhogy forszoljuk, biztos, hogy lesz. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, legyen további kellemes hetetek, kellemes estétek. Na, sziasztok!